Nem vagyok modern író. Jó, akkor nem írok többet. Én, Hetedik Gergely, ha prédikálhatnék itt a 21. században is, rámutatnék Németh Lászlóra, hogy íme az ember, aki kiállt a próbát, aki legyőzte önmagát. Én, mint szerzetes társamhoz léptem be ide. Az emberek nem hiszik el, hogy fogja vagyok a körülményeimnek. Hol van az a naplómban, hogy én önkezemmel akarok véget vetni az életet? A háztartásról szóló részek, hogy többé megszűnt bírósága számára biztonságos menedékhelyen. Többünk a győzelemre álló magyar ellenállás főhadiszállása volt, és én voltam ott a parancsnok. Mi kapcsolt engem a magyar ügyhöz? Mi késztetett arra, hogy sorsközösséget vállaljak a magyar nemzettel? A magyar dráma, amelyet a férje okozott. Galilei! De az biztos, hogy a legnagyobb színművész. Galilei úr nagy művésze az érzelmű. És most már nagy híre. Az őszinte szónak Matildról. Én azt akartam, hogy olyan erős fénnyel ragyogjon fel a szakrális hieralia, hogy elhomályosítsa a hivatalos hieraliát. Királyként zászlóra tűztem a liberalizmus jelszavait. Mert ostoba folyamkók, én nem fogtam fel, hogy mi a liberalizmus. Miért érzem úgy, hogy nem őszinték hozzá? Csak vigasztalni akarnak, hogy derülátásomat akarják csak erősíteni, hogy életkedvemet akarják csak felcsiholni. Legyenek őszinték hozzá. Nem volt elég hite,